Fél éve már, hogy rendszeresen ellenőrzik Ugyerben az állattartás körülményeit, így történt ez a mai nap is. Örömre szolgál, és elmondhatom nyugodt szívvel, hogy rendeződni látszódik az Ugyer sorsa ezügyben. Lehetőségeinkhez mérten megteszünk mindent annak érdekében, hogy a lehető legkevesebbre és amennyire csak lehet visszaszorítsuk a felelőtlen állattartók ez irányú cselekedeteit. Minden erőnkkel azon leszünk, és most is azon vagyunk, hogy megszüntessük az állatkínzásokat, és a felelős állattartásra felhívjuk a figyelmet. Az állattartás szabályait megszegő gazdákkal a körülmények súlyosságához mérten jártak el. Elsősorban el fogjuk tiltani az állattartástól abban az esetben, hogyha olyan körülmények merülnek fel a kutya tekintetében, amely ugye állatkínzásnak is minősülhet. Tehát állatkínzás az is, hogyha az állat előtt ugye nincsen étel, vagy ital, vagy nincs fedett helye, ha nem is meríti ki teljesen a törvénysértés fogalmát, de szabályt mindenféleképpen sért. Az ellenőrzéseknek köszönhetően úgy tűnik csökken a felelőtlen állattartók száma, de még a mai nap folyamán is kellett elvinni rossz körülmények között tartott kutyákat. Amiket elviszünk, azokat gazdák keresünk nekik, tehát általában barátságos kutyák, elég sok harci kutya van ezeknél, tehát mindenütt a kölyök kutyák meg a harci kutyák a jellemzőek. A harci kutyák, azok is az emberrel szelidek, azok csak az általában az állatokat bántják, tehát örökbe tudjuk adni. Sajnos elég sok harci kutya van a menhelyen, mert nehéz őket megfelelő helyre örökbe adni. Az elmúlt időszakban már majd 100 kutyát kellett elszállítani a környékről. Az ellenőrzések továbbra is folytatódnak majd.